Nálunk itt hamarosan kezdődik a nyári zsongás családi rendezvény, itt a Danulomban, a Csepeli Önkormányzat mai rendezvénye. 12 órakor egy nagyon klassz, vidám előadásra kerül sor, a Móra Csillagvirág és Csillagfény Mazsolett csoportok fellépésére. Ott oldalt már láthatják, ugye, a kedves kis fellépőket, a főszereplőket, egész jó buli lesz, a szülők már izgatottak, fotókat, telefonokat felkészíteni, hamarosan kezdünk. Mit kell tudni a csoportokról? A Móra Ferenc Általános Iskola Csillagfény Mazsolett csoportja az Emberi Erőforrások Minisztérium által támogatott és a Nemzeti Tehetségprogram keretében elnyert sikeres pályázatának köszönhetően kezdte meg működését az 2019-20-as tanévben 20 fővel. A munkát a tánc a lélek rejtett nyelve a Mórában szellemiségben végzik. Hiszen a Mazsolett csoportban való táncolás kiváló lehetőséget biztosít a személyiségi jellemzők, a szociális kompetenciák fejlesztésére. A társ egy tükör a gyermek számára, melyhez önmagát viszonyítva formálja saját magát. A mozgásgyakorlatok során ismeri fel lehetőségeit, látja meg korlátait, és a gyakorlással pedig fejlődik. A következő tanévben már nagy érdeklődésnek köszönhetően a kicsik számára létrehozták a Móra Csillagvirág Mazsolett csoportját. Így jelenleg az iskolai keretek között heti egy-egy órában 40 fővel működik a két csoport, Lőrinc Enikő tanárnő vezetésével. A 2022-23-as Csepeli Művészeti Szemlén mindkét csoport ezüst minősítésben részesült. A 2023-24-es Művészeti Szemlén a Móra Csillagfény Mazsolett csoport bronz, míg a Csillagvirág Mazsolett csoportja kiemelt arany minősítésben részesült. Hölgyeim és uraim, a mai fellépésük az első igazi nagy megmérettetés és közszereplés, amelyre igazán nagy izgalommal készültek a lányok. Fogadják őket nagy szeretettel és nagy tapsal, ismerjék meg a művészeti szemlén bemutatott versenytáncaikat. Következzék akkor a táncolás, a mesevilág és a Cselszong!
Thank you.
szúrjon az a test, megjövendik ezek a lányták, nagyon ügyesek voltak. Köszönjük, különböző szemben